őrizzük meg azt, ami eddig apáink és apáink teremtettek, és ami érték. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Szatmárcsekén ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Az emléknapon országszerte kulturális és művészeti rendezvényeket tartanak. Ezek a megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk erősítésének. A hévízi I. és Gyula Általános Iskola is a himnusz születésnapja alkalmából ünnepelte a magyar kultúrát. Fontosnak tartják a gyerekeknek ezt az értéket közvetíteni, ezért a nagyszünetben megemlékezést tartottak. Az iskolán mindig is, mióta én emlékezni visszatudok, ünnepelte a kultúra napját. Iskolai műsort tartottunk. 5 évvel ezelőtt azonban csatlakoztunk az Együtt Szaval a Nemzet programhoz, amelytől tavaly eltértünk. Az első 2 évben a himnuszt mondtuk, mindannyian, akik csatlakoztunk, minden iskola. Azonban ők változtattak, és a szózatot és egyéb Petőfi műveket, szép irodalmi verseket mondtak. Mi pedig úgy gondoltuk, a mi tantestületünk, hogy szeretnénk, ha a himnuszt a gyerekek, mire 8-asok lesznek, pontosan ismernék. Ezért minden évben a himnuszt mondjuk. A program keretén belül osztályonként egyes strófát mondtak el a diákok a 8 verszakos himnuszból egy diasor segítségével, majd el is énekelték azt. Az iskola pedagógusa elmondta még, hogy tudatosan törekszenek a magyarságtudat átadására a diákoknak. A tanórákon beépítik a tantervbe, valamint a tanórán kívüli tevékenységek is szorosan kapcsolódnak a magyarsághoz, illetve a magyar kultúrához.